A European Youth Basketball League a legrangosabb nemzetközi utánpótlás versenysorozat, melynek U20-as korosztályú csapatai Pécsett találkoztak a soros fordulóban. A csoportban a francia, spanyol, cseh, észt, svéd és angol gárdák mellett a Radgeber Akadémia és az Albafehérvár, valamint egy különleges együttes az afrikai kontinens legígéretesebb játékosait képző NBA Academy Afrika lépett pályára. I'm so happy because this is my first time. Örülök, hogy itt lehetünk, erős csapattal érkeztünk Párizsból. Én most debütálok edzőként. Az NBA Academy Afrika együttesével kezdünk, nagyon nehéz mérkőzésre számítok. A francia csapatot a dombóvári származású Krasznai Milán rakta össze, aki játszott a Matáv Pécs csapatában is. A játékosok mind nehéz sorsú gyerekek, van köztük 13 éves. Milán nem csak az edzőjük, hanem ahogy mondja, a második apjuk is. Ezek a srácok, akikkel én most beneveztem az EIBL tornába, Franciaországban 8-9 osztályban játszanak, és a saját klubomhoz kellett egy olyan anyag, akik látok bennük tehetséget, és olyan csapatokból válogattam össze a játékosokat, akik a saját klubjukból menesztve lettek. Most én velük dolgoztam, próbálok dolgozni még a mai napig is, heti egy edzésünk van, és látok bennük fantáziát, tehát a formációval, tehát azzal, hogy a sok munkával a maximumot próbálom belül kihozni. Most jelenleg én vagyok a második apukájuk nekik. Nagyon nehéz körülmények között élnek Franciaországban. Nem akarom a problémákat sorolni, mert nyomdafestéket nem bírna szerintem, hogy kivel milyen mit történtek, meg történnek. És mostani mérkőzésen, ma reggeli mérkőzésen a legjobb játékosomat azért hoztam végül is el, nem is volt benne a keretben, mert nem volt hol aludnia. Úgyhogy ez nekünk egy hatalmas erőrelépés, és lehet, hogy a kisfinak tudunk majd valami kirobbanási lehetőséget találni. A következő forduló, nekünk most itt vége, idényre, és azt hiszem szeptemberben fog kezdődni a következő bajnokság. Most kaptunk egy engedélyt, hogy akkor megint el tudunk indulni, szinte ugyanezen a csapattal fogok jönni, ez biztos. Most hazamegyünk, hétfőn hajnalban indulunk vissza Budapestről, és akkor nekünk már hétfőn este egy komoly megyei rangadónk lesz otthon. Én 10 éve élek itt Franciaországban, mégis komolyabb szinten 8-9 éve vagyok benne a kosárlabdában, most már oda is sikerült eljutni, hogy van egy klubvezető vagyok, van egy olyan saját klubunk, és most ez az alapítvánnyal jöttem el, saját alapítvánnyal jöttem el Franciaországból, mert a saját klubban nem jöhetnénk mi ki Franciaországból, mert nem engedik a játékosokat külföldre, hogy nehogy, mert hogyha jó, akkor nehogy elvigyék külföldre. Most amit én kint látok a francia helyzetből, tehát a játékos nevelés az egyik legrosszabb, ami létezik, mert arányában nézve, tehát körülbelül, hogyha valamilyen akadémiára mennek el a francia játékosok, akkor 5000-ből egy, ha talán le tud ülni a francia kispadra a csoportban. A Radgeber Akadémia csapata az első székesfehérvári fordulón 2 győzelmet és 2 vereséget szerzett. Az elsősorban a nemzetközi megmérettetés, tehát nagyon fontos, és ezért vállaltuk mi be az U18-asat, tehát az IFI csapatunkkal, hogy a 18 éves srácok játszanak a 20 évesek ellen nemzetközi mérkőzéseket, mert kicsit pekes a két legpont erősebb játékosunk a junior csapatból, éppen nem játszik sérülés miatt, de meg itt van ez a csarnok, ide minőségi rendezvényeket kell hozni. A házigazdák a pécsi nyitómérkőzésen az Albafehérvár gárdájától, majd az NBA Academy Afrika csapatától kaptak ki. Ezután egy Prága elleni győzelem következett, az utolsó mérkőzésen pedig csak hosszabbításban maradt alul a Radgeber Akadémia a svédek ellen. Én azt hiszem, hogy szintet tudtunk lépni azzal, hogy ezt a komoly bajnokság tornaformájával lebonyolítandó bajnokságot ide tudtuk hozni. Ez a második állomása ennek a bajnokságnak, és nagyon-nagyon komoly tapasztalatokat tudunk szerezni, és szereztünk is. Minden mérkőzés más, minden mérkőzésen más stílussal találkozunk, tehát abszolút teli találat, és nagyon örülök neki, hogy meg tudj valósítani. Hírünket viszi, és reményem szerint jó hírünket viszi. Másodszor, ahogy az előbb említettem, nagyon sok stílussal találkozunk, és felvérteződnek a játékosaink, hogy ki ellen mit lehet, és mit nem szabad játszani. És a játékosok szempontjából még azért is fontos, mert a nevelésünk arra irányul, hogy minél több nemzetközi játékos neveljünk ki, és meg tudják így mutatni magukat. Ne felejtsük el, hogy a mérkőzések élő adásban mennek az interneten,
és szerintem nagyon sok helyen nézik is ezt. Az alapszakasz ezzel véget ért. A két csoport első és második helyezettje, valamint rendezőként a Rath Géber Akadémia csapata is ott lesz a régiós döntőn, amit március közepén rendez az akadémia.